Az újhegyi sétányon áthaladva figyelmes lettem egy apró kis valamire, amiről később megtudtam, hogy nem véletlenül van ott. Amikor közelebb sétáltam, hogy jobban szemügyre vegyem, megláttam, hogy az a kis valami egy bronz siklószobrocska. Ahogy tovább sétáltam, egyre több ilyen szoborka tárult elém, így muszáj voltam utánuk olvasni. A keresgélés elvezetett Planck Antalhoz, az alkotójukig, akivel az újhegyi sétányon először pályájáról beszélgettünk, majd felkutattuk az általa készített meglepetés szobrokat. Nekem viszonylag egyszerű volt a helyzetem, mert édesapám is kőszobrász, és én gyerekkorom óta úgy nőttem fel, hogy láttam őt munka közben, és nekem mindig volt önálló, hát adott, amikor ő mintázott, akkor adott egy kis agyagot, amit én is gyúrhattam, és akkor hát persze hasonló illított az ő munkáihoz, de mindig így az anyaggal szerettem dolgozni, és ezt általános iskolában is, a rajzórákon is így feltűnt a tanároknak, hogy nagyon érdekel a rajzolás, a mintázás, és akkor ott is felkértek ilyen a tanárinak az falára, hogy egy épületről készítsek rajzot, tehát hogy igazából már kiskoromban értek ilyen impulzusok, ami így arra ösztönzött, hogy folytassam. Azt a középiskolát azt kőszobrászként végeztem, tehát hogy ez így alap volt. Az általános iskolás tanár osztályfőnökön mondta is, hogy jelöljek meg mást esetleg, hogyha nem vennének föl. Én akkor ott nyolcadikosan is kellett vitába szálljak vele, hogy mondom, nekem nincs más alternatíva, én kőszobrász akarok lenni, tehát hogy apám nyomdokába akarok lépni mindenképp, tehát hogy nincs alternatíva, fel kell vegyenek. Szerencsére fel is vettek, folytatta Antal, akit a kezdeti érdeklődése sose hagyott cserben. Az egyetemi évem alatt annyira kinyílt a világ, amikor gyakorlatilag minden tanóra, művészettörténet, építészet, a mintázás, a rajzi tanulmányok, tehát minden arról szólt, hogy hogyan tudja az ember a művészetét fejleszteni. Ez egy olyan pálya, hogy az ember azért általában bizonytalanul indul neki, hogy ebből most meg tudok élni, nem tudok megélni, más mond a külvilág, más mond, amit az ember mondjuk belül gondol magáról. Jól veszem le, hogy neked akkor a kezdetek óta megvolt a hited a művészetben, a művészet létjogosultságában, hogy ez egy életutat végigkísérő hivatássá tud válni? A hivatástudat, tehát így visszatekintve, az mindenképpen megvolt már a kezdetektől fogva. És amikor így gondolkoztam magamban, hogy ebből vajon meg lehet-e élni majd, vagy mi lesz a jövő, tehát hogy mint szobrászként én mit tudok nyújtani a társadalomnak, amiért tudnak fizetni, akkor azért így megrettentem, mert hát most se tudok egyébként túl optimista lenni, tehát ez egy nagyon küzdelmes és teljesen kiszámíthatatlan létforma valójában. Tehát az, hogy ha van egy munka, akkor van, és akkor ünnepnapokon átívelően meg kell csinálni, ha meg nincs, akkor nincsen. Most mondjuk ez már jó régen volt, tehát több évvel ezelőtt volt. Én 12-ben diplomáztam, és 2015-től 17 második feléig semmilyen munka nem talált meg. Tehát gyakorlatilag akkor így vakáción voltam, de azért az egy eléggé húzós dolog volt, ugye, mert semmilyen bevételem nem volt, tehát hogy ilyen fura volt, de onnantól ilyen óriási, ilyen meredek emelkedésben így több megrendelés is, egyéb munkák, köztéri megrendelések is így jöttek. Úgyhogy így most már merek félve rágondolni, de hogy tényleg így azért meg lehet belőle élni, hogyha az ember tényleg csak körül gondolkozik. Neked azért a tanítás is bekapcsolódott az életedbe. Gondoltad, hogy egyébként lesz erre felé utad, vagy ez úgy hirtelen jött? 3 éve meghívtak egy kőszobrász művésztelepre, hogy menjek oda így, hát felügyelni, de hát felnőtt embereket, tehát a Képzőművészeti Egyetemnek a kőszobrász művésztelepére menjek oda felügyelni. És akkor, hát én ennek nagyon örültem, mert hogy lehetett saját szobrot is faragni, meg igazából nekem nem baj, hogyha megkérdeznek, én nagyon szívesen válaszolok, és hogy mind a két alkalommal az összes hallgató így egyhangúan mondta, hogy annyira jó volt, hogy ő csak akar jönni művésztelepre, ha én leszek, mert hogy mondta, hogy nem volt frusztrálva attól, hogy
megkérdezzen valamit, hogyha láttam, hogy béna, akkor sem volt kiírva az arcomra, hogy most nem, mert hát én nem is nézem le, hát akinek nincs rutinja, az nyilván nem lesz olyan ügyes, mint akinek van, tehát hogy ezt majd, hogyha szeretné, akkor felfejleszti, tehát ez nekem így nem probléma. Két éve a Képzőművészeti Egyetemnek a kőfaragó és faszobrász műhelyének a vezetője, Markó György, egyszer csak így félrehívott, és így egyenesen megkérdezte, hogy van-e kedvem tovább vinni a műhelyt, mert hogy úgy látja, hogy nagyon jól megértem a hallgatókkal magamat, és a tanárokkal is, tehát hogy ő nagyon örülne. És ez egy nagyon megtisztelő lehetőségnek fogtam föl, és persze elfogadtam, úgyhogy így igazából így jött be ez az tanítás. Az újhegyi sétányon fellelhető meglepetés szobrokat hosszú ötletelés előzte meg, hiszen az apró kis alkotások tematikusan kőbánya múltjára reflektálva lettek kieszelve. Kíváncsi voltam, hogy szobrászként milyen hozzáállás vezérli Antalt, ha nem saját, hanem megrendelt alkotásról van szó. A művészetemet próbálom meg azáltal elmélyíteni, hogy nem általam kitalált akadályok vagy kérdésfelvetésekre válaszolok, hanem amikor kívülről, tehát akár egy tájépítész iroda kérdez meg, hogy mit szólnék egy ilyen közös munkához, szívesen próbálok rá tesztet, tehát hogy csinálok maketteket, és hogyha beválik, akkor, és mindenkinek tetszik, akkor teljesen örülök neki. Hát, hogyha nem, akkor egy jó kísérlet volt. Igazából abból is sokat lehet gyakorolni, de szerencsére meg is valósult. A mini alkotások a sétány megújításához köthetőek, amelyet a Léptékterv tájépítész iroda tervezett. Ez egy közös ötletelés volt, mert ehhez hasonló projektet már a Szélkámán téren is csináltunk közösen, de nem volt ilyen helyi vonatkozása. És itt az újhelyi sétány kapcsán merült fel az, hogy csináljunk ilyen ötleteléseket, hogy, mert hogy szeretné, hogy itt is legyenek ilyen mikroszobrok, és akkor én is folyjak bele a tervezésbe, és akkor gondolkozzunk tematikán, hogy hogyan lehetne ezt egy jó koncepcióvá összegyúrni. És igazából közösen ötleteltünk, hogy akkor Kőbányának hogyan lehetne reflektálni a múltjára. Jó, nyilván nem nagyon leíróan, csak tehát így figurális projektként. Az ötlet az, hogy akkor mondjuk ilyen állatvilágból legyen, azt így közösen, és akkor onnantól meg átadták nekem a gyeplőt, és akkor tervezzek rá állatokat, meg mintázzam is meg őket, hogy szerintem hogyan néz neki jól a kicsibe. És akkor igazából itt meg nagyon tetszik, mert nagyon nagy szabad kezet kaptam, tehát hogy itt bele tudtam akár egy-két munkába csempészni a saját kézügyeimet, de egyáltalán szeretek szobrászként élő állatokat úgy megfogalmazni, hogy az látszódjon, hogy az mintázott, viszont mégis hordozza az állat jellegzetes vonásait. Az apró kis figurális szobrok készülési eljárását is megosztotta velem Antal. Agyagból készítem őket, tehát egy ilyen földnedves agyagból van megmintázva először, és utána megvárom, hogy kiszáradjanak, és akkor utána még vésővel, csiszolópapírral, reszelővel még finomítom a felületét, a formáját, és akkor így készül el a makett. És akkor erről készül egy szilikon negatív, és akkor ebből lesz viaszveszejtéses eljárással bronz önkészítve. És a rögzítés? Ha esetleg valakinek annyira megtetszene valamelyik kis szobrocska, hogy haza szeretné vinni. A bronz ez kiváló arra, hogy tartósan lehessen rögzíteni. Én ilyen 10 mm, 12 és egyes kis munkáknál még 18 mm átmérőjű rozsdamentes menetes szál is van bele hegesztve, tehát ilyen csapokkal vannak rögzítve, ilyen 15-20 cm mélyen a beton testig, ilyen vegyidűbellel, tehát hogy le lehet törni, de ahhoz kalapács és véső is kell, és akkor ugye meg már fölös, mert akkor tönkre megy a felülete, tehát nem lesz szobor. Szerencsére kicsi, tehát így a mételep se jön nagyon szóba, mert nagyon sok munka leszedni, és igazából szerintem így tök jó, mert nem érdekes, tehát így nyugodtan nézhető marad.
A bronzapróságok elhelyezését se a véletlen szülte. Erről árulkodik a korláton gördülő csille, vagy a falba vájt pinceajtók látványa is. Bejártuk a terepet, és akkor volt több olyan, amit tudtam helyspecifikusan már alapból megmintázni. Tehát van, amikor a fedlapnak az élén van egy szőlőlevél lehajolva, tehát az is ilyen direkt helyspecifikus volt, meg a pincék bejáratát is, nagyon örültem, hogy így ilyen tök jó helyre ki lehetett találni, mert így tényleg ilyen olyan, mint hogy egy ilyen kicsi, kis valóság lenne ott. És pont az óda előtt, az szerintem meg külön zseniális. Biztos vagyok benne, hogy személyes kedvencet mindenki választ magának, ha felderítette az összes miniszobrot. Az én favoritjaim a pinceajtók. És vajon az alkotói? A kis csille talán, az is egy kedvencem, mert az a cél korlátra van felrögzítve, de igazából mindegyik kedves. Szobrászként a városhoz és annak látképéhez adni egy nemes feladat. Én nagyon örülök neki, hogyha a közönség számára élvezhető az a munka, amit készítettem, és ez a szobrászatomba is jellemző, tehát én nem csak figurális szobrokat készítek, az is közel áll hozzá, mert nagyon szeretek mintázni is, tehát portrét is, de ahogy már miről beszéltünk, ezekről a kis állatokról is szeretek, de vannak teljesen nonfiguratív szobraim is. A diplomamunkám az egy... hát egy ilyen téri betű abstrakció volt, és amikor én azt, tehát én azt egy gyárban készítettem, egy hegesztő, én acélszerkezeteket készítő gyárban, és ott a munkások ugye három műszakban hegesztenek, megköszörülnek, tehát hogy művészettel nagyon ritkán találkoznak. És nekem óriási élmény volt látni, hogy én ott a műhelynek a sarkába csináltam a kis izémet, tehát ilyen két méteres, de az ott a léptékben 20 méterhez képest elenyésző. Így csináltam a szobromat, és egy hét után, így amikor már kezdett valamit mutatni, akkor oda jöttek találgatni a munkások, hogy az vajon mi lehet, és hogy mondták, hogy nekik mi ugrik be róla. Hogy egy ugró szarvas, egy skorpió, és hogy így nekem ez óriási élmény volt, hogy mondom, úristen, itt valaki olyan ember, aki biztos, hogy nem úgy ment oda, hogy egy kiállításon fog látni valamit, hanem bement a gyárba, és látott valamit, ami nem megszokott, és hogy megmozgatta a fantáziáját. És ez nekem óriási élmény volt, és azt úgy meg is fogadtam, hogy igazából én innentől csak így szeretnék szobrokat készíteni, hogy bárki számára értelmezhető legyen. Ez egy nagy izgalom is volt eleinte, hogy ezt hogyan fogom tudni megugrani, tehát hogy mi lesz, ha nem lesz jó. De most már ugye 9 éve diplomáztam, és mindig törekszek új szobraknak a készítésére, és a kiállításokon is, meg tényleg amikor egy művésztelepen mondjuk, ahol ugyanígy munkásokkal tudok együtt dolgozni, vagy munkások mellett, ott is ugyanígy jönnek az ötletek rá, és ez így megnyugtat, hogy még működik. Az ágyások, korlátok, támfalak peremén, tövében és oldalán elhelyezett alkotások egyáltalán nem hivalkodóak, ezért csak a szemfüles járókelők veszik őket észre. De az is előfordul, hogy még a rendszeresen arra járók is csak hónapok után bukkannak az eldugottabb darabokra, ezért érdemes nem csak úgy, hanem fürkésző tekintettel sétálni. A Balkán utca és a Mak utca környékén megváltozott több kis utcában a forgalmi rend. Egyrészt mi indokolta, másrészt meg hogy jött be az elképzelés? Június 19-e óta a Mak utcában, valamint a mellette lévő három kis utcában, a Belényesi, Érsemény és a Gyereskei utcában változott meg a forgalmi rend. Gyakorlatilag leegyszerűsítve azt jelenti, hogy mind a négy utcában egyirányú forgalom vezetésére került sor. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy mivel szűk utcákról van szó, és a gépjármű forgalom, vagy gépjármű közlekedés egyre nagyobb igénye jelentkezett, tehát nekik kellett helyet biztosítani, illetve az ott lakóknak a parkolását is meg kell oldani, hiszen egyre nagyobb igény jelentkezik arra, hogy parkoljanak, viszont az utca szélessége nem tette lehetővé azt, hogy a parkolás mellett kétirányú forgalom biztonságosan levezethető legyen.
Itt a Balkán utca környékén ugye érdekes a helyzet, mert egyrészt jó nagy térségben fizetős a parkoló, másrészt ezekben a kis utcákban meg nem. Ez jól működik együtt? Gyakorlatilag a fizető parkoló övezet kialakításának vannak különböző paraméterei. Annak a bevezetésekor jelen pillanatban a Balkán utcáig tartó részt, tehát az Üllői út és a Balkán utca közötti szakasz felelt meg. Én úgy tudom, hogy a polgármesteri hivatalban már zajlanak a tervezési folyamat, vagy zajlik a tervezési folyamat arra, hogy ez a parkolási zóna kiterjesztése kerüljön, hiszen azok az autósok, akik valamiért kedvezményt nem kapnak ebben a parkolási zónában, azok napközben előszeretettel átmennek a társutcákba, legyen a Somfa utca, Mak utca, vagy akár ezek a kisebb utcák, és ezen parkoló autóknak is kellett helyet biztosítanunk, de pontosan azért, hogy ne legyen ilyen népvándorlás napközben, ezért valószínű, hogy ez a terület kiszélesítésre, illetve megnagyobbításra kerül. Természetesen ez egy nagyon hosszú folyamat, mert amikor elkészülnek a tervek, akkor ezt a fővárosi közgyűlés elé kell terjeszteni, ott rendeletmódosításra kerül sor, utána lehet kiépíteni megfelelően a parkolási zónát, parkolóhelyek, parkolási díjfizető órák, stb. Elhelyezésével, és csak utána lehet bevezetni. Tehát amiről most beszéltünk, azért ez egy évek távlata a megvalósítás. Viszont megtörtént már az itt a Mak utcánál, hogy az egyirányosítással párhuzamosan kikerült egy tábla, ami azt jelzi, mint ahogy a fővárosban sokfelé máshol is, hogy egyirányosítás ide vagy oda, de kerékpárral lehet szembe jönni. Ennek mi a feltétele? Tulajdonképpen a forgalomtechnikai változásokat csak úgy tudja végrehajtani akár a kerületi önkormányzat, hogyha készít egy forgalomtechnikai tervet, és azt jóvá hagyja a forgalomtechnikai kezelővel, ami a Budapest közút jelen pillanatban a főváros területén. Nyilván van egy tendencia az elmúlt években, hogy a kerékpáros forgalmat próbálják segíteni, próbálják könnyíteni, és ennek az egyik változata az, hogy engedik az ilyen kisebb utcában. Nyilván ugye megjelenik az is, hogy 30 a zóna, tehát maga a gépjárművek sebessége sem akkora, hogy ebből komolyabb probléma legyen. Tehát megengedik azt, hogy szembe kerékpáros forgalom is megvalósuljon. Természetesen ezt minden esetben az utca elején mind a kerékpárosoknak, mind pedig az autósoknak egyértelműen jeleznünk kell, hogy ne legyen senkit meglepetés az utca közepén. Az, hogy 30-as zóna vagy hányas zóna, az mitől függ? Az megint csak egy forgalomtechnikai beavatkozás kérdése. Ugye itt forgalomcsillapított zónákat szoktak létrehozni. Két változat van, ami leginkább dívik a fővárosban. Az egyik az úgynevezett 30-as zóna, a másik még a lakópihenővezet. A kettőt azt különbözteti meg egymástól, hogy ott a közúton, tehát az úttesten előfordulhatnak gyalogosok, úttesten közlekedő olyan személyek, akik szabadon mozoghatnak, tehát, és oda csak célforgalommal lehet behajtani. Még a 30-as zónába behajthat bárki más is, viszont a sebességkorlátozást be kell tartania. Ha már a betartásnál tartunk, a megváltozott forgalmi rendet mennyire tartják be az itt lakók? Mi most az előbb éppen kameratanúi voltunk annak, hogy valaki, mert számára így volt logikusabb, szembe jött egy pár méteren át a forgalommal. Panasz nem érkezett jelen pillanatban még hozzánk. Én nagyon remélem, hogy ez egy teljesen kirívó eset volt. Már csak azért is, mert most már két nap türelmi időt ugyan 19-én hagytunk az itt lakóknak, de most már, hogyha valaki ilyen szabálytalanságot véd, bizony számolhat avval, hogyha jön egy rendőrségi köztetfelügyeleti ellenőrzés, akkor komoly pénzbírságot kell fizetnie, tehát a kényelem adott esetben nagyon sokba kerülhet neki. Tehát én nagyon kérek mindenkit, hogy a meglévő forgalmi rend, a forgalmi táblák által előírt forgalmi rendet betartva közlekedjen. Végül is most akkor ezzel a változással ebben a térségben pillanatnyilag nyugalom lesz egy darabig, tehát ez működik majd egy jó ideig, ugyebár? Igen, hát én feltételezem, hogy több tíz évig ez a forgalmi rend fog itt érvényesülni.
Én azt tapasztalom, és mivel általában mi a panaszokat szoktuk kapni, tehát a dicséretről kevesebb szokott megérkezni hozzánk, de mivel nem érkezett panasz, én úgy vítélem meg, hogy ezt a lakók elfogadták, tudomásul vették, és konszolidálódott is a helyzet ezáltal, tehát mind a parkolásra, mind a közlekedésre jobb lehetőséget biztosítottunk. Tisztelt nézők, a Centrumban kőbánya és a Centrumban a jegyzőasztala. Ismét megpróbálunk bekukkantani a jegyzőasztalán halmozódó különböző ügyek mögé, hiszen rengeteg olyan dolog van, amiről az ember nem is gondolná, de végül is ott köt ki a kőbányai jegyzői hivatalban. Intézni kell, foglalkozni kell vele, és ezzel is kezdjük a beszélgetést. Nemrégiben volt egy olyan történet, amikor világossá vált, hogy a polgármesteri hivatalnak el kell járni egy olyan ügyben, amikor egy cég megpróbált egy új tevékenységet folytatni. Vendéglátásról volt szó, meg koncertről is volt szó, be kellett vizsgálni a hanghatásokat, és még indulatok is, fellebbezési szituációk is keletkeztek. Szóval mi minden tartozik ebben a körben a jegyző? Jó napot kívánok én is. Sajnos nem ritka az ilyen eset, de valóban anélkül, hogy megneveznénk, volt az utóbbi időben nagyobb, vagy a szokásosnál nagyobb visszhangot is kiváltó eset. A zajjal kapcsolatos ügyek, rendezvénytartással kapcsolatos ügyek azért egy városi környezetben sokszor váltanak ki erőteljesebb visszhangot, vagy sokszor kerülnek az érdeklődés középpontjába. Nyilván a sűrűn lakott lakóterületeken egy zaj okozás az tud jelentős problémákat okozni, meg tudja nehezíteni az ott élők életét, és bár ennek is nagyon sok fokozata van, tud egészen enyhe lenni, ami csak némelyeket zavar, és tud nagyon súlyos is lenni, amikor általános felháborodást vált ki. De nagyon széles is a szabályozása, széles a hatóságok fellépési lehetősége is, szélesek azok a lehetőségek is, amelyekkel ilyen körben valamiféle jogorvoslatot kereshetnek azok, akik esetleg ártalmat szenvednek. Hogyha egy olyan esetet nézünk meg, amikor valamilyen nagy rendezvénytartásra alkalmas, esetleg kifejezetten a zenés-táncos rendezvény tartására alkalmas helyszínről ilyen tevékenység folytatásáról van szó, akkor ennek nagyon sok előfeltétele van, tehát már a létrejötte előtt is nagyon sok lehetőség van arra, hogy a hatóság vizsgálja ennek a feltételeit, kötelezettsége is van erre, és lehetőségei is vannak erre, és aztán persze a működés közben, amikor a valódi hatások, vagy a helyzetnek az igazi megvalósulása is már kiderül, akkor vannak olyan reparációs lehetőségek, amelyeket előzetesen ugyan nem lehetett alkalmazni, de utólag vagy kell, vagy lehet tenni valamit problémás helyzetekkel. Minden tevékenységnél egyébként, ami valamilyen módon joghoz kötött, vagy jogilag szabályozott, vizsgálni kell előfeltételeket. Vizsgálni kell például azt, hogy egy adott területen egy bizonyos tevékenység folytatható-e. A helyi építési szabályzatok, a kerületi építési szabályzatok adják meg ezeknek az alapjait. Tehát mindenki ismeri ennek az alapvonalait, például az, hogy mely területen lehet lakni, lakó helyet létesíteni, mely területen lehet ipari tevékenységet folytatni, vagy éppen kereskedelmi szolgáltató tevékenységet, és nyilván egy ilyen zenés-táncos rendezvényhelyszín esetében is meg kell vizsgálni ezeket az előfeltételeket. Persze, hogyha a jogszabály ezt lehetővé teszi, akkor tovább kell haladni, és arról is meg kell győződnie a hatóságnak, elsősorban is a kifejezetten a zenés-táncos rendezvény engedélyezésének az eljárásában, hogy ennek a szigorú jogszabályi feltételei fennállnak. Azt is el kell mondani ugyanakkor, hogy ezek a zenés-táncos rendezvények vagy rendezvényhelyszínek engedélyezésére vonatkozó szabályok, ezek nem kifejezetten, sőt nem is nagyon foglalkoznak a hanghatásokkal, hanem ezek inkább a helyszíneknek a biztonságáról szólnak. Szakhatóság
hatóságok is részt vesznek épp ezért ezekben az eljárásokban, a népegészség, ugye a rendőrség, a katasztrófavédelem. Ez, ebből a körből is látszik, hogy itt inkább a biztonság kerül a középpontba. Ugye talán mindenki emlékszik arra a súlyos katasztrófára, ami nyugati pályaudvar melletti szórakozó helyen történt. Igazából az az eset keltette életre ezt a szabályrendszert, azelőtt ilyen nem volt. Ha nagyobb rendezvény, ez ugye zárt térben, nyitott térben mást jelent, nyitott térben az 1000 fő feletti ilyen rendezvényeket kell engedélyeztetni. Biztonságosan elhagyható legyen a helyszín, biztonságosan lehessen ott folytatni a tevékenységet, ezek elsősorban erről szólnak, de létezik már a zaj kérdéskörében is bizonyos megelőző lehetőség. Ez a zajhatárérték megállapítása, így hívjuk ezt a jogintézményt. Ennek vannak kötelező esetei, egyébként nem ide tartoznak ezek a zenés-táncos rendezvények, viszont a hatóságnak ilyenkor is lehetősége van felhívást intézni, hogyha azt gyanítja, hogy esetleg a tevékenységből valamilyen probléma adódhat, akkor felhívja a tevékenységet végzőt, hogy már előzetesen szakértői véleménnyel vizsgálja meg, támassza alá azt, hogy majd az ő tevékenysége vajon milyen hatást kelt, és hogyan lehet ez ellen akár előre védekezni. És ilyenkor a hatóság már előre megállapít egy úgynevezett zajhatárértéket, aminek a betartásáról gondoskodnia kell a szolgáltatónak. És itt már érződik, hogy ugye határértékekről beszélünk, hogy vannak ennek a zajtörténetnek objektív szempontjai is, amikor megmondja a jogszabály, vagy éppen ez esetben a hatóság, hogy mi az a zajszint, amit nem lehet átlépni. Vannak viszont szubjektív vonatkozásai is. Hogy az objektívakról még egy-két mondatot mondjak, hiszen még csak az előzetes helyzetnél tartunk. Ugye amikor a tevékenység elindul, igazából akkor látjuk a valós hatásait. Ha a tevékenység aztán valóban zaj problémát eredményez, akkor a hatóságnak lehetősége van zajvédelmi eljárást indítani. Itt már konkrét zajmérési eredmények alapján, vagy arra felhívva megint csak a szolgáltatót, intézkedési tervet kell készítetni az engedélyessel, és ebben az intézkedési tervben kell vállalni azokat a feladatokat, amivel a zajhatást csökkenti. Itt tehát nem arról van szó, hogy engem személy szerint, vagy a szomszédomat, vagy a néhány száz méterrel odébb lakót mennyire zavarja akár az éjszakai nyugalmában, akár a nappali tevékenységében a zaj, hanem a jogszabály meghúzott egy határértéket, 40, 50, 55, 60 decibelt, ugye területektől, vagy éppen napszakoktól függően vannak különböző ilyen határértékek, amelyet ha nem lép túl a szolgáltató, akkor nem számít az, hogy engem egyébként mennyire zavar az a zaj, mert az jogszabályszerű. Viszont van olyan zajhatás, ami ugyan nem lépi túl ezt a határértéket, vagy az adott határértéket, de mégis indokolatlanul zavarhat engem. Ugye ilyenkor két alapvető lehetőségem van, amerre elindulhatok, mint megzavart, a nyugalban van megzavart lakos vagy polgár. Az egyik a csendháborításnak a jogintézménye, ugye ez egy szabálysértési tényállás. Eléggé keret jellegűen fogalmaz a jogszabály, mert azt mondja, hogy ha valaki indokolatlanul olyan zajt okoz, ami másnak a nyugalmának a megzavarására alkalmas, akkor az elköveti ezt a szabálysértést, de ebből már látszik, hogy itt vizsgálni kell azt is, hogy mi az a zaj, indokolatlannak kell lenni annak a zajokozásnak. Éppenséggel ez már nagy fejtörést okozhat akár a szabálysértési hatóságnak, vagy mindent látjuk más hatóságoknak is, hogy mi az, ami indokolt lehet. Például, ha az adott tevékenység azon a területen, ahol ő működik, jogszerűen engedélyezhető, engedélyezett, a feltételeket teljesíti, de mégis valamiféle zajjal jár, itt is nagyon sokféle dologra gondolhatunk, ugye nem csak a zenés-táncos rendezvényekre, de akár valamilyen gyártó tevékenységre, akár egy építési tevékenységre, ami rövidebb időn keresztül áll fenn, de nyilván vannak olyan zajkeltések, amelyekre nem mondhatjuk azt, bármely körülmények között, hogy indokolatlanok. Tehát például, ha folyik a szomszédomban egy építkezés, annak is vannak ugyan bizonyos keretei, például a napszakon belüli, vagy a nappali, vagy az éjszakai munkavégzésre vonatkozó szabályok, de önmagában csak azért, mert
3-4 hónapon, egy fél éven keresztül engem nagyon súlyosan zavar a lakásomnak a használatában egy építési tevékenység, vagy egy bontási tevékenység, attól még a rendőrség nem fogja megbüntetni a tevékenységet folytatót, hiszen van a zajokozásnak, a zajkeltésnek egy indokolt mértéke, hiszen mondjuk egy épület bontását bizonyos fajta zaj nélkül nem lehet elvégezni, ha a tevékenység jogszerű, akkor az ebből származó zaj is bizonyos mértékben indokolt lesz. És ebben a szubjektív körben akkor még egy jogintézményt megemlítek, és akkor ezzel talán teljes lesz a folyamatoknak a spektruma, ez pedig a birtokvédelmi eljárás. A birtokvédelmi eljárás is teljes mértékben a szubjektumról szól, arról, hogy az ingatlanomnak a használatában, a jogszerű birtoklásában engem valaki megzavar. Ugye ennek a klasszikus esete az, amikor magában a birtokban létet zavarja meg valaki, akár engem kizárnak egy ingatlanból, ez a legklasszikusabb formája talán, de minden más zavarás is a birtokvédelem körébe tud tartozni. Az előző, ugye csendháborítás, vagy akár a zajvédelmi eljárás esetéhez képest az a nagy különbség, hogy itt egyrészt egy kvázi bírósági jellegű, ugye a két fél, a birtokvédelmet kérő és a kérelmezett közötti eljárás alakul ki, ahol a birtokvédelmi hatóság, a jegyző eldönti a felek közötti jogvitát, tehát nem a jegyző fogja önmagától a bizonyítási eljárást lefolytatni, nem hivatalból fogja megállapítani akár a tényállást, vagy a zaj, jelen esetben a zajokozásnak bármely körülményét, következményét, hanem a felek, a kérelmező elé tárja a bizonyítékokat, javasol bizonyítási eljárásokat, a kérelmezett védekezik, szintén részt vesz ebben a bizonyítási eljárásban, esetleg tárgyalást tartanak, és végül a jegyző, hogyha ténykérdésről van szó, és nem jogkérdésről, tehát nem kell bírósághoz fordulni ezzel a birtoksértési kérdéssel, akkor a jegyző ott fog hozni egy határozatot. Végeredményben a zaj okozással kapcsolatban el tudunk jutni tehát bizonyos bírságolási helyzetekhez, sőt el tudunk jutni odáig is, hogy a tevékenységet korlátozza, vagy megtiltsa a hatóság, de mint látható, nagyon sok elemet kell mindeközben vizsgálni, és nagyon sok felé ágazhat el ez a történet. Azt gondoltam, hogy nem egyszerű történetekről van szó, illetve helyzetről van szó, de azért azt nem gondoltam őszintén szóval, hogy ennyire szerte ágazó ezeknek az ügyeknek a megítélése. Viszont ha már a zaj szóba jött, akkor itt kérdem meg, hogy ugye a kőbányai önkormányzat is rendszeresen akciózik az ügyben, hogy a repülőgépek zaja minél kevésbé zavarja a tisztelt polgárokat, és a Covid időszak alatt nyilvánvalóan, amikor alig jártak a gépek, ez a dolog nem volt olyan föltűnő, tehát hibernálódott, de hol tartanak ezek az egyezkedések, ezek a folyamatok, tartanak-e valahol? Ugye ebben a vonatkozásban is nagyon sok úton indult el, és sok úton járt már a kőbányai önkormányzat, mert valóban megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a repülőgép forgalom okozta zaj, ugye Kőbányán a repülőtérnek a zaja kevésbé jelenik meg, az inkább a repülőtérhez közeli, viszont a felszálló és a leszálló repülőgépek áthaladásából eredő zaj, főleg 2018 óta, amióta a repülési indulási eljárások megváltoztak, azóta Kőbányát még fokozottabban, sőt bizonyos területeken is időszakokban nagyon súlyosan sújtja. Valóban a koronavírus járványnak az intenzívebb időszakai alatt elcsendesedtek a panaszok, mint ahogy a repülők is, de ahogy élénkül a forgalom, sajnos megint látjuk, hogy a problémák nem szűntek meg, és azok a panaszok újra generálódnak, amikkel az elmúlt években fokozottan találkoztunk. Mindig is jelen volt Kőbányán, teszem hozzá, a repülési zaj. Át is helyeződött ez a kerületen belül, illetve más lett az intenzitása. A legnagyobb problémát valószínűleg egyébként jelenleg az okozza, vagy a problémának a panaszoknak a mértéke azért nőtt meg, mert ugyan korábban is sújtott lakóterületeket, de egyrészt ritkábban lakott, inkább a kertvárosias lakóterületeket, a Királydombi, illetve a kertvárosi részét Kőbányának. Ez áthelyeződött a sűrűbben lakott lakótelepi, elsősorban az Újhegyi lakótelep
telep, de ugyanúgy érinti persze Óhegyet és a városközpontot is. És a repülőgépek felszállási irányai változása miatt egyébként a repülőgépek magassága is változott, tehát most a sűrűn lakott területekhez alacsonyabban érnek oda a repülőgépek. Ezekben a vonatkozásokban az önkormányzat leginkább két úton járt. Az egyik az, hogy a kezdetektől fogva már, mint most itt a 18-as nagy változást értem, különböző jogszabálymódosításokat kezdeményezett az önkormányzat. Tehát azokat a szabályokat, amelyek a zaj értékelését, a zaj mérését, vagy a repülő közlekedésből eredő zaj hatásainak a jogszabályi kezelését jelentik, ezeket próbálta megváltoztatni. Csak hogy egy nagyon fontos elemére hívjam fel ennek a figyelmet, ugye beszéltünk itt az objektív zajhatárértékekről. A repülési zaj értékének a megállapítása kapcsán egy nagyon fontos szabály az, hogy a repülőgépek keltette zajnak nem egyes pillanatait veszi figyelembe a jogszabály, hanem úgynevezett átlagértékeket. Márpedig, hogyha valaki egy újhegyi lakóépületnek a felső szintjén mondjuk a hangutca, csak hogy stílusan mondjuk a hangutcában nagy hangot generálnak a repülőgépek sajnos, a hangutcának egy magasan fekvő lakásában lakik, akkor mondjuk tőle 200 méterre elhalad a repülő, és amikor az fölötte áthalad, akkor előfordul, ezt mérések bizonyítják, az önkormányzat számtalan mérést végeztetett, hogy 80 decibelt is meghaladó, rövid, 20-30 másodperces hanghatás keletkezik. Ez messze a határérték felett van, éjszaka is, vagy nappal is, de főleg éjszaka. Viszont ezt az egy mondjuk 80-85 decibeles hanghatást a jogszabály önmagában nem értékeli határérték túllépésként, mert azt mondja, hogy bizonyos időszakban, 24 órában átlagolva fel kell figyelembe venni a repülőgépek forgalmából eredő zajt, és ha megnézzük azt, hogy mondjuk 10 percben 9,5 percig nincs repülőgép zaj, nagyjából nulla, vagy mondjuk, hogy az alap 35-40 decibeles zajszintet tapasztaljuk, és abban a fél percben, vagy még rövidebben pedig van 86 decibel, hát az átlaga az valahol alig lesz a 40 decibel fölött. Ez olyan, és, mint hogy egyik lábam a jeges vízben, a másik a forró vízben, és akkor átlagosan tökéletes. Akkor kellemes 35 fokos vízben állok, igen. Igen, pontosan ez az, tehát a jogalkotóval itt a kőbányai önkormányzat abban a tekintetben nem ért egyet, hogy nyilvánvalóan vannak olyan szükségletek, amelyeket a repülőgép forgalommal ki kell elégíteni. Kőbánya soha nem mondta azt, hogy be kell zárni a repülőt, teret, soha nem mondta azt, hogy meg kell szüntetni a légiforgalmat, ezek nyilván illuzórikus követelések lennének. Arról persze már lehetne beszélni, hogy éppen a pályák átépítése, fordítása, fejlesztése, az milyen irányban haladt az elmúlt évtizedekben, és vajon milyen irányba fog haladni a következő évtizedekben, hiszen hosszú távon azért lehetne ilyen szempontokat is figyelembe venni, vagy akár lehetne más repülőtér kialakításáról is beszélni. Akkor is, hogyha ezek óriási költségűek, akkor is, hogyha jelenleg nem látjuk ennek az irányát, de mindig lehetne vizsgálni ezeket a lehetőségeket is. Tehát a kőbányai önkormányzat azt mondta, hogy ha még elő is fordul ritkán ez az erőteljes zaj, és az átlag ugyan még mindig elfogadható, de akkor is figyelembe kell venni azokat a kiemelt zajértékeket, és valamilyen módon védelmet, vagy esetleg kompenzációt, vagy valamilyen kezelést kell nyújtani a lakosoknak. Ugye ez abból a szempontból érdekesek ezek a zajértékek egyébként, hogy létezik egy úgynevezett zajgátló védővezete a repülőtérnek, ami azt jelenti, hogy a repülőtér különböző távolságában betűkkel ABCD betűkkel jelölt zajgátló védőövezeteket jelöl ki a jogszabály, arra tekintettel, hogy ott milyen erős a zajszint, és ezért azokon a területeken milyen védelmi intézkedéseket kell bevezetni. Ugye a repülőtérhez legközelebb területek, amelyek a legsúlyosabban érintettek, például nem építhetők be lakó területként, tehát ott nem létesíthető lakás, ha már van, akkor nem létesíthető új lakás. Különböző programokat is végzett ott a repülőtér ezeken a területeken, például ablakcsere programot, hangszigetelési segítséget nyújtott,
nyújtotta az ott lakóknak, ugye, hogy ezáltal csökkentse a zajhatást, tehát ha valaki ott él, esetleg egyébként a családi háza sok évtized óta ott van, akár még a repülőtér megépülése vagy felfejlesztése előtt már ott volt, akkor ezt a helyzetet valamilyen módon kezelni kell. Kőbánya viszont ebből a mondjuk így, hogy a zajgátló védővezet által nyújtott védelemből vagy kezelésből szinte alig részesül. A temetőnek egy jelentős területe van magasabb védelmet biztosító övezetben, és egyébként a Maglódi úton éppen a Bajcsi-Zsilinszky kórház vonaláig hatol el ez a zajgátló védővezet, de oldal irányba pont a lakóterületek felé nem terjed ki, pont azért, mert ezek az átlagértékek úgy határozzák meg, vagy úgy adják a számításokból a zajt, hogy ott nem kell kiterjeszteni a zajgátló védővezetet. Például ennek a szabálynak a módosítását is többször kezdeményezte az önkormányzat, hogy másképpen határozzák meg a zajgátló védővezetet, vegyék figyelembe ezeket a körülményeket, amelyek például jelenleg Kőbányán tapasztalhatók, és akkor valamiféle kezelés ugye más területeken is, kőbányai területeken is megvalósulhatna. Biztos, hogy nagyon nehéz helyzetben lenne egyébként továbbra is például az Újhegy. Tehát ha a repülőgép irányok nem tudnak megváltozni, és ugye a légirányítás álláspontja szerint ezek azért nem tudnak megváltozni, mert a kifutópályák jelenlegi elhelyezkedéséből csak ezek a biztonságos felszállási irányok működnek, az Európai Uniós és a hazai repülési szabályok szerint csak így lehet kijelölni a repülési irányokat. A kőbányai önkormányzat egyébként ezt is sokszor próbálta vitatni, de nem igazán kapott olyan információkat, és nem igazán volt lehetősége érdemben vizsgálni ezeket a helyzeteket, hogy ebben akár álláspontot vagy javaslatot tudjon megfogalmazni. Itt mindig számított a légiforgalmi irányító, a Hungarokontroll ZRT és a repülőtér segítségére. Egyébként az önkormányzat ezt a segítséget nem mindig, vagy nem kapta meg. E kapcsán talán az is ismert széles körben, hogy az önkormányzat peres eljárásokat is indított. A repülőtér, illetve a zajgátlóvédő, a repülőtér környezetvédelmi engedélye, a zajgátlóvédővezet kapcsán is részese az önkormányzat peres eljárásoknak, és folytatott a Hungarokontroll ZRT-vel szemben is peres eljárást az önkormányzat, pontosan azért, hogy olyan közérdekű adatokat ismerhessen meg, amelyek ezeknek a felszállási irányoknak, indulási eljárásoknak a megalapozását, a szakmai megalapozását, akár az ehhez készült szakértői vizsgálatokat, zajvédelmi számításokat, érintettségvizsgálatokat megismerje. Ugyanakkor ezeket sokáig nem tudta megtenni, majd amikor ezekből valamit végül ezen eljárások eredményeképpen sikerült a Hungarokontrolltól megszerezni az önkormányzatnak, akkor pedig az derült ki, hogy ezek a vizsgálatok igazából elégtelenek. Nem látja az önkormányzat, hogy olyan szakmai megalapozása történt volna a szabványindulási eljárások kijelölésének, ami egyértelműen meggyőződött volna arról, hogy ez a lakosság körében milyen hatást eredményez. Ezért most mi úgy látjuk ennek az eljárásnak a lezárultával, hogy meg tudott győződni arról a kőbányai önkormányzat, hogy amikor a Hungarokontroll ZRT 3 évvel ezelőtt azt mondta, hogy megvizsgálta a lakossági érintettséget, hogy nem lesz olyan változás a lakossági érintettségben, ami rosszabb helyzetet eredményez, mint a korábbi, legfeljebb másokat fog érinteni, nem ugyanazokat, mint akik eddig, de mennyiségben, lakosság számban ez nem lesz jelentős változás. Itt arról győződött meg az önkormányzat, hogy ez nem igaz tényszerűen is, a panaszokból is látjuk, sajnos a lakosság is világosan látja, hogy ez nem így van, és immár azok az információk, amelyek végül az önkormányzathoz eljutottak, azok is azt mutatják, hogy hát nincs olyan vizsgálat, ami azt bizonyítaná, hogy itt tényleg ezek az arányok mutatkoznak, sőt, kifejezetten azt látjuk bizonyítottnak, hogy a ritkábban lakott, ugyan hasonló területű, de ritkábban lakott kertvárosias területekről, a hasonló méretű, de sokkal sűrűbben lakott területek fölé helyeződtek át a repülési útvonalak, és ha csak a területet nézzük, akkor persze nincs változás, de ha a lakosság számot, akkor akár a százszorosa, vagy több százszorosa is lehet az érintettek száma. És akkor még van mozgástér? Új kapuk nem nagyon nyílnak.
Viszont azokat, amelyeket eddig is próbált az önkormányzat, azt továbbra is próbálja felnyitni, vagy nagyobbra tárni. A jogszabály változtatási javaslatok, ha eddig nem is értek cél, de természetesen mindig nyitva áll az, hogy az önkormányzat felterjesztéssel érjen a jogalkotó felé, újabb érvekkel, újabb indokokkal támassza alá a változtatási igényeket, vagy legalábbis a vizsgálatoknak a kiterjesztését, vagy a felülvizsgálatnak a szükségességét megértesse a jogalkotóval. És hát persze az egyedi történetekben, az egyedi zajokozásokban, akár a folyamatos méréssel és az ezzel való szembesítéssel, akár ha erre mód nyílik, akkor újabb peres eljárásokkal is az önkormányzat megpróbál tenni valamit. A mozgástere sajnos szűk, tehát az önkormányzatnak magával, a repülési eljárásokkal, a repülési zajjal kapcsolatban igazából nincsen feladat és hatásköre, tehát maga intézkedni nem tud, folyamatosan tud fordulni azokhoz a szereplőkhöz, akik ezekben az ügyekben akár környezetvédelmi hatóságként, akár jogalkotóként, repülésirányítóként, légügyi hatóságként valamilyen módon közbe tudnak avatkozni, és hát persze ugyanezek a lehetőségei vannak a súlyos panaszokkal, vagy súlyos zavaró hatással érintett panaszosoknak is, akik szintén a saját jogaik védelmében, ahogy ezt eddig is megtették egyébként számosan, fordulhatnak a környezetvédelmi hatósághoz, a légügyi hatósághoz, vagy akár valamilyen jogvédelmi fórumokhoz is. Ebből a második információ csomagból is érzékelhető, hogy valóban igen összetettek azok az ügyek, amelyek időnként ott a jegyzőasztalán landolnak, hogy a repüléshez stílszerű terminológiát használjak. És az is tudható, hogy bár nem látványosan, de azok a nagy kőbányai fejlesztések, mint például a Bosch második kampuszának az építkezése, az Eiffel műhely háza, készülő, majd a készülő közlekedési múzeum, vagy a mázsatéri sportkomplexum. Tehát ezek mindig rengeteg olyan előkészületet igényelnek, amelyek a jegyzői hivatalban eredeznek, és a kérdésem az, hogy mennyire, ha úgy tetszik, robosztus az a munka, amit az önkormányzatnak, illetve a polgármesteri hivatalnak végezni kell ilyen ügyekben. Igazából nyilván a nagy képhez apró kockákkal hozzájárulunk. Az eredmény az ezekben az esetekben biztos, hogy grandiózus tud lenni, de ez is nagyon sokfelé ágazik. Ugye ma már a jegyző nem építéshatóság, tehát míg korábban akár ezekben a nagy beruházásokban is a kőbányai jegyző is építéshatóságként járt el, és az eljárásnak a spektrumát így módon összefogta, vagy egy engedéllyel érdemben járult hozzá. Ezeknek ma már ez a teljessége nincs nálunk, viszont nagyon sok szelete, igen. Ott van az előfeltétel, megint csak hadd említsük meg, ugye a kerületi szabályozás, a kerületi építési szabályzatok határozzák meg azt, hogy egy adott területen mi építhető, milyen funkció helyezhető el, milyen méretű épület, milyen magasságú épület, milyen zöld felületű vagy zöld felületi követelménnyel megépített épület helyezhető el. E tekintetben az önkormányzatnak döntő szerepe van, hiszen ezeket az előfeltételeket meg kell teremteni, vagy adott esetben, ha erre van megfelelő indok és mód, akkor ugye meg kell változtatni ahhoz, hogy valamilyen ilyen, akár egy ilyen nagy beruházást, amelyeknek a jó példái elhangzottak, ezeket tudjon támogatni az önkormányzat, vagy az előfeltételét meg tudja teremteni. És aztán persze az önkormányzatnak akár tulajdonosi módon, tehát ha az ő tulajdona, az ő akár ingatlana, akár mármint hogy telekingatlana, akár ugye a mázsatéren telekingatlanokkal kapcsolatos ügyleteket is előzetesen folytatott az önkormányzat, amikor az állam részére rendelkezésre bocsátotta a beruházásnak a lehetőségeként a területet, illetve akár az önkormányzat útjai, egyéb közterületei nyilván az önkormányzat döntésén múlnak, hogy ezek milyen módon alakulnak, milyen építési tevékenységet lehet azon folytatni.
a közútkezelői feladat szintén egy átfogó, a jegyző közútkezelőként a közutak kialakításával kapcsolatos minden aspektust meg kell, hogy vizsgáljon. Ezek elsősorban műszaki kérdések, tehát az utak, járdák, szegélyek, vízelvezetés kialakításának a legapróbb részletei kell, hogy egy közútkezelői hozzájárulásban megjelenjenek ahhoz, hogy ugye bármely építési beruházást el lehessen végezni. Illetve nagyon fontos, hogy ki ne hagyjuk, bár az előzőben említetteknél sokkal újabb jogintézmény, a településkép védelem, amely akár egy településképi konzultáció, vagy településképi vélemény formájában, ahol az önkormányzat egyrészt segítséget nyújt, a településképi szabályoknak megfelelő építési tevékenységi tervek kialakításához, vagy a polgármester településképi véleményének az előkészítése, amelyben a polgármester hozzájárulását adja az építési engedély kiadásához, abból a tekintetből, hogy megfelel a helyi építési szabályzatoknak és a helyi településképi szabályoknak egy adott beruházás. Itt ugye úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a helyi építési szabályzatok megmondják azt, hogy mit lehet tenni, a településképi szabályok pedig azt, hogy hogyan. Tehát ha már tudjuk azt, hogy hány négyzetmétert lehet, milyen magasságban és milyen mélységben építeni, akkor a településkép pedig megmondja azt, hogy a homlokzatok kiképzése milyen kell, hogy legyen, a nyílászárók elhelyezése, esetleg a szomszédos épületekhez, telkekhez való viszony, illeszkedés, hogyan kell, hogy megvalósuljon. Nagyon fontos eleme a zöld környezet alakítása, a fák ültetése, faültetéssel kapcsolatos követelmények, akár a fák számában, akár elhelyezésében. Zöld területek és a közterületek határa, a zöld területek védelme, akár a parkolók elhelyezésének a követelményei, ezek mind-mind a beruházásnak a lényegét meghatározó körülmények, tehát ha már a teljes építési engedély nem is itt születik, de azért az önkormányzat, illetve a jegyző továbbra is ezekben a fontos részfeladatokban meghatároz egy-egy beruházást. Szóval sok minden van ott a jegyzőasztalán, illetve a komputerében, és remélem, hogy lesz alkalom majd tovább elemezni, megismertetni a tisztelt polgárokkal ezeket az eseteket. Köszönjük szépen, és jöjjön máskor is. Köszönöm szépen én is. Lejátszották az idei labdarúgó torna meccseit a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok csapatai. Viszont ezen a napon, immár negyedik éve nem csak a focira lehet készülni, hanem a nemzetiségi kulturális és gasztronómiai napra is. Radványi Gábor, Kőbánya alpolgármestere nyitotta meg ezt a sokoldalú rendezvényt, melynek forgatókönyvét is megosztotta velem. A nemzetiségek igen aktívak Kőbányán, összesen 11 nemzetiség van Kőbányán. Természetesen a sportokban vannak, akik sokkal aktívabbak, valakik kevésbé, valakik inkább a kultúra terén, de ami összeköti őket, az a gasztronómia. Általában a gasztronómiai rendezvényekre mindegyik nemzetiség szívesen megy, szívesen rendeznek ilyet. Ma tulajdonképpen ezt a három dolgot kötik össze, hiszen itt a pályán futballkupa van, nemzetiségek futballkupája, nem az első, már ez hagyomány, és ezt a szerb nemzetiségi önkormányzat szervezte, a mi önkormányzatunk, a nagy kőbányai önkormányzat támogatása. Szabó Bogdán a fő szervezője. Fent a kertnél pedig gasztronómiai rendezvény van, illetve ez egybekötve egy kulturális rendezvénnyel. Építettek egy kis színpadot, ahol táncok, népdalok, mindenféle produkció előjöhet, úgyhogy kíváncsian várom én is, hogy idén mivel szolgálnak. Az eseményre alakulnak a csapatok, vagy ők rendszeresen fociznak? Vannak olyan csapatok, akik kifejezetten gyakran edzéseket is tartanak, összejönnek, ilyenek az ukránok. Most például a mai rendezvény előtt az ukránok megkértek, hogy ukrán diaszpóra számára Ukrajnában, Kijevben rendeznek egy világbajnokságot, amihez az adott országból, az adott ország válogatott mezeiben szeretnének fellépni.
arra kértek meg, hogy ha tudok, akkor magyar messzt szerezzek nekik, mert a Magyarországon élő ukránok így képviselnék magukat is, illetve Magyarországot is. Ők aktívak. A görögök közül is úgy tudom, hogy többen járnak edzésekre, aktívan sportolnak. A lengyel csapaton azt látom, hogy ott inkább ilyen alkalmi buli csapatként vannak jelen, bár valószínűsítem, hogy ők is a rendszeres testmozgás hívei. Úgyhogy mindenféle van. Én azt gondolom, hogy nem is az eredményről szól ez elsősorban, hanem inkább arról, hogy a Covid után végre kiszabadulva az Európa-bajnokság inspirációjával és az olimpia előtt egy jó szombat délelőttöt kora délután tudunk itt közösen eltölteni. Én azt figyeltem meg, hogy nem csak egy adott nemzetiségen belül vannak erős kötelékek, hanem nemzetiségek egymással is. Hiszen most, ahogy itt fölmentem, láttam az örmény nemzetiséget, akinek ugyan foci csapata nincsen, de örömmel eljöttek ide, a ruszinok is el szoktak jönni, és azok, akik egyébként nem biztos, hogy foci csapatot össze tudnak már állítani, a korosztályukból adódóan, azok is egymással is összefognak, és természetesen megkóstolják egymás nemzeti ételét, úgyhogy ennek szemtanúi lehetünk ma is. Ennek a napnak az ötlete Szabó Bogdánnak, a szerb önkormányzat elnökének a fejében fogalmazódott meg. Az ötletből végül hagyomány lett, melynek létrehozásához rengeteg ember munkájára és odafigyelésére van szükség. 2017-ben úgy gondoltam, hogy egy olyan rendezvény hiányzik még Kőbányáról a nemzetiségek köréből, ami a sporttal kapcsolatos, és gondoltam, hogy egy ilyen nemzetiségi labdarúgó tornát szervezzünk meg, és amellett egy ilyen kulturális napot is, gasztronómiával és egy kis színpadi műsorral így egybe. És 2017-ben, amikor ezt így elkezdtem szervezni, nagyon sokan azt mondták, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és csatlakoztak is, úgyhogy itt vagyunk már, 2021-et írunk, igaz, hogy tavaly kimaradt, de most már a negyediket csináljuk itt sorba. Jelen pillanatban a háttérben a Babra zenekar szól, akik a szerb műsort adják, utána a horvátok, az örmények is föl fognak lépni, minden évben változatos a program, a romák is szoktak hozni a jó kis műsorokat, lesz tánc, zene, ének, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki meg tudja találni magának a megfelelőt. A gasztronómiai bemutatónk arról szól, hogy a nemzetiségek, amik itt kitelepülnek és elkezdenek főzni és sütni, azokat a kedves vendégeink itt ingyenesen meg tudják kóstolni. Mindenki a saját nemzetiségi konyháját mutatja be.